akik rajonganak a húsért, azok tudják, hogy a barbecue nagyon finom, én még csak az illatát ismerem, de most pontosan utána nézzük, hogy mi az. Be kell látnom, hogy én egészen egy perccel ezelőttig nem is tudtam, hogy mi az, hogy barbecue, mert azt gondoltam, hogy ha barbecue szósszal vagy barbecue fűszerkeverékkel mondjuk egy szelet tofut vagy zöldségeket megfűszerezünk és grillezünk, akkor az barbecue zöldség, de nem. Barbecue húsokhoz barbecue mártást lehet kínálni, és ezáltal tulajdonképpen kiegészítjük az ízeket, ezt a füstös ízt, de nem ettől barbecue a barbecue, hanem maga az eljárás az, amitől a barbecue barbecue-vá válik. Az a lényeg, hogy a barbecue abban különbözik a grillezéstől, hogy itt nincs közvetlen hőkapcsolata a tűz és a sütni való húsok között. Itt, ami a hőt közvetíti, az tulajdonképpen a forró füst, és nagyon fontos, hogy ezt a füstöt megfelelő hőmérsékleten tartjuk. Én azt gondolom, hogy a fa az, ami a legjobb ebben. Congratulations, you're a rockstar. A barbecue fűszerkeverék, vagy azok a húsok, amik így készülnek, azok általában inkább édesebbek, mint hogy csípős lenne. Ez azért van, mert a húsnak van egy intenzív, füstös, nagyon markáns íze, és ez csak olyan köretekkel, mártásokkal lehet igazán elkísérni, ami ugyancsak markáns íze van. Az a lényege neki, hogy mindenféle köret teljesen szélsőséges ízvilágot képviselje, hogy így az egész adjon ki egyfajta ízorgiát az ember szájában. Már az egész biztos mindenki látja, hogy nagyon szép, nagyon gusztusos és nagyon jó illatok vannak, de nem feltétlenül a reformkonyha hívei fogják szeretni a barbecue-t. Ha végignézünk a tálcán, itt találnak, előtted látható roppanó zöldség az, amit ebben a reform kifejezésbe belefér, ez talán ami maximálisan egészség, és minden más itt zsírral készül, füstösen van, cukor van benne, fehérliszt van benne, ez minden csak nem reform, ellenben nem hiába van akkor a rajongó tábor a Magyarországon, illetve az egész világon a barbecue-nak.